Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Lázár János tartott délután egy sajtótájékoztatót, és beszámolt arról, hogy a broker botránynak ki a vesztese, ki a nyertese. Nem használta ezt a kifejezést, hogy nyertese is van, de azt igen, hogy a külügyminisztériumnak sikerült a 3,8 milliárdot visszaszerezni, ez nem új információ, ezt tudjuk. Viszont a Magyar Fejlesztési Bank hitele miatt bukja a legnagyobbat és a legnagyobb összeget az állam, ezt állítja Lázár János. Ez a Magyar Fejlesztési Bank hitele, ez a győri Etoparkra adott hitel még 2005 és 2008 között, ez 17 milliárd forint, de hát ez egy hitel, aminek egyébként volt 8 típusú fedezete az Index kutatása és a dokumentum, nyilvánosságra hozott dokumentumai alapján. De az is kiderült, hogy 410 millió forintot veszített például a Földművelésügyi Minisztérium, a Belügyminisztérium pedig az önkormányzatok révén több 10 milliárdot, hiszen közel 100 önkormányzat érintett az ügyben. Gulyás Gergely vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm! Először is mit kerestek a közpénzek, minisztériumok, minisztériumi háttérintézmények, önkormányzati pénzek, brokercégeknél? Semmi jogszabály nem tiltja azt, hogy egyébként önálló gazdálkodási lehetőséggel rendelkező háttérintézmények vagy akár minisztériumok befektessenek. Itt azért egy dolgot érdemes élesen külön választani. A központi kormányzat különböző minisztériumai által elhelyezett pénzeknél nem arról van szó, hogy valaki kvesztor kötvényeket vett volna, hanem szinte minden esetben állampapírokról van szó, ahol kvázi a kvesztor kereskedőházként járt el. De azt miért nem az államkincstárnál tartották az állampapírokat? A mostani ismereteink szerint ezek megvannak. Tehát, hogy kin keresztül vásárolták, az egy szabad minisztériumi döntés volt, korábban is voltak ilyen döntések, tehát nem 2010 után kezdődött az a gyakorlat, hogy vélhetően kedvezményt kaptak, nehogy Isten, még olcsóbb is volt, nem tudom, nyilván minden egyes ilyen döntést meg lehet, sőt érdemes megvizsgálni, de a lényeg az, hogy miután itt állampapírokról van szó, általánosságban másodban is az mondható el ezekben az esetekben is, hogy ahol a kvesztor vett állampapírt, vagy vett részvényt, mondjuk MOL részvényt vett a kvesztor, ott ezek megvannak. A baj ott van, ahol kvesztor kötvényt adtak el, illetve nem adtak el, mert valójában ott egy fiktív kibocsátás volt, tehát valójában egy részvényt eladtak háromszor, négyszer. Oké, csak hát ezt most nem tudjuk, hogy kinek a részvénye volt a fiktív, kinek a részvénye volt a nem fiktív. Kötvény már, az már kötvény, és a, ha én mondtam részvényt, akkor elnézést. Igen, meg átvettem öntől, tehát a kötvényt, tehát igen, tehát fiktív. A kibocsátott kötvények voltak fiktívek. Itt az a többségi jogi álláspont pillanatnyilag, hogy a BEVA éppen azért, mert itt nem egy kötvényvásárlásról van szó, hanem egy egyszerű csalásról, ahol nem kapott kötvényt az, aki abban a hiszemben volt, hogy kötvényt vett, helyt kell, hogy álljon. Ezért az a helyzet, hogy a 32 ezer kvesztoros károsultból 22 ezer néhány száz károsult valószínűleg a teljes egész követeléséhez a BEVA, BEVA-n keresztül hozzájutott. Az e fölötti összegre vonatkozóan... Tehát a 6 millió fölötti? Igen, az e fölötti összegre vonatkozóan egyrészt további jogi szabályozásra van szükség, mert itt nyilván bűncselekménnyel okozott kárról beszélünk, viszont hogyha belegondolunk abba, hogy a 2003-ban kirobbant kulcsárügyben mai napig nincs jogerősítélet, a bűncselekménnyel okozott kárnak meg fogalmi eleme a megállapított bűncselekmény, akkor hogyha ebben nem lép az országgyűlés, akkor még ha meg is van a vagyon, nehogy Isten az árulás mellett még valahogy értékesíteni is sikerül, akkor is nagyon hosszú idő múlva következne csak be a kifizetés. Ha ez valóban 160 milliárd forint, amit most a legfőbb ügyészség mond, és nyilván ők ezt alappal mondják, hiszen vélhetően a könyv szerinti értéket nézik, de egy nap alatt, vagy néhány nap alatt nem lehet meggyőződni a könyv szerinti érték és a valóság. Akkor viszont hogy mondják alappal? Hát pillanatnyilag azokból az adatokból tudnak kiindulni, amelyeket az árulávételnél alapul vettek. Tehát, na de ez ahhoz valóban kevés a egy-két nap? Ez kevés, tehát azt tudjuk mondani, hogy ha én jól tudom, de nyilván jobb, hogyha az ügyészséget tetszenek megkérdezni. Visszahívjuk. Ebből a zárulásból kb. 160 milliárd forintos érték az, amiről most az ügyészség beszél, de hát nyilván ingatlannak akkora az értéke, amennyiért azt értékes. De ezt hogy állapították meg ilyen hamar? Könyv szerint értéke van. Hát könyv szerint érték, az Etopark, a stadion, tehát az egy hatodik kerületi, második emeleti lakás, amit hamar be lehet lőni a piaci alapon. Ezt elég hamar be lehet lőni pont az Etoparkot, mert
nem a mi kormányzásunk idején arra 17 milliárd forintnyi hitelt adott a Questor, tehát ilyen értelemben hitelt kapott, hogy... állami garanciát nem kapott a az MFB-től. De nem a Questor kapta. Hát nem, de az MFB-től ez a 17 milliárd forint. Hát akkor nem, szervezés... de ezzel ne ugorjunk át, hogy hát nem. Nem a Questor kapta. Nem, de a klub ugye Tarsocsova tulajdonában álló klub volt, ekkor egyébként még jelzálók biztosíték nélkül adták ezt a hitelt, hála jó Istennek 2010 után egyébként erre, ezekre az ingatlanokra is jelzálók került. De ez nem, került. Tehát a 2008-as szerződést hozta nyilvánosságra az MFB igazgatósági jegyzőkönyvet, egész pontosan az Index, ebbe 8 féle biztosítékot és 7 féle fedezetre fedhezettet írtak elő a hitelre. Ezt lehet, hogy mind előírták, de ettől még a tény marad. Az egyetlen igazi biztosíték az a telekönyvben bejegyzett jelzálogjog. Ennek a bejegyzésére 2010-et követően keresztül. Az Etok Park ingatlanjain, tehát a stadionon is jelzálog volt. A bejegyzésnek a dátumát. 2008 óta. Az általam ismert vizsgálatok szerint, ez ténykérdés, tehát meg kell nézni a tulajdonlapban a bejegyzést. A jelzálogjog bejegyzésére csak 2010-et követően került sor. Na visszatérve, tehát nem a Questor kapta, hanem az Etop Park Kft. Kapta. Azon kívül kaptak ők még 2012-ben is önöktől. 250 millió forintot, ha jól emlékszem. Akkor de kaptak. Ja, hát nagyságrendileg 17 milliárd és 250 millió forint között van különbség. Ettől függetlenül én nem általánosságban mondtam ítéletet senki fölött, hiszen nyilvánvalóan, hogyha egy évvel ezelőtt beszélgetünk itt, akkor az általam szintén nem ismert Tarsoly Csabáról semmi rosszat nem tudtunk volna mondani, mint az, hogyha éppen tájékozottak vagyunk, vagy nagyon utára gondolunk, akkor talán azt tudtuk, hogy a Questorhoz köthető. Tehát na jó, itt... akkor most miért mondjuk azt, hogy az igazi vesztese az MFB, mert a szocialista kormány idején bizony ennyi és ennyi hitelt adtak a Questornak. Egy, nem a Questornak adták, az Etopark Kft-nek a beruházásra sok minden megépült belőle, sok minden garanciát kértek. Nyilván annak a Tarsoly Csabának adták. 15 félet nem Tarsoly Csabának adták. Annak a Tarsoly Csabának a tulajdonában álló cégnek adták, amelyik egyébként innentől kezdve semmit visszafizetni nem fog tudni, ezt mondjuk tényként kell jelenteni. Annak a Tarsoly Csabának a tulajdonában lévő cégnek adták, amely cégnek, szintén Tarsoly Csaba tulajdonában álló cégnek, önök 4 évvel később még adtak 250 milliót. Tény, de még egyszer mondom. És ráadásul, bocsánat, az átadó ünnepséget Szijjártó Péter azt mondta, hogy jó helyre került a stadion fejlesztési támogatás és az új Széchenyi terv 250 millió forintja. Én semmilyen pártpolitikai vádaskodást ebben az ügyben eddig itt az elmúlt percekben el nem hangzott, mert azt tudom mondani, hogy nyilvánvaló, hogy ebben az esetben 17 milliárd forintot egy korábbi kormány idején utaltak ennek a cégnek, most pedig 250 millió forintot. Ez ténykérdés. Szerintem egyébként a lényeg eleve az, hogy azok, akik oda a saját kisbefektetésüket elhelyezték, azoknak milyen esélyük van arra, hogy ezt részben vagy teljes egészében visszakaphatják. De ezt ma még senki nem tudja megmondani. Ezt ma még egyértelműen senki nem tudja megmondani, de azt tudjuk, hogy milyen feladatok vannak annak érdekében, hogy ezt minél előbb biztosítani lehessen. Ma például egy rendkívüli házbizottsági ülésen egy olyan MSZP-s javaslatot tárgyaltunk, ami a beváltal kifizetett összegeket ezt követően a bevának lehetővé tette volna, hogy a lefoglalt vagyonnal szemben érvényesítse. Mi például ilyet nem akarunk csinálni, mi azt szeretnénk, hogyha a lefoglalt vagyon a beva követelés után, tehát a beva kifizetés után teljes egészében, mindaddig, amíg van olyan károsult, aki nem kapta meg az által befektetett összeget, a kártalanítást szolgálná. Oké, de hogyha a beva mondjuk egy bűncselekmény történik, és a beva ezt vissza tudja szerezni ezt a pénzt, tehát az alapot mondjuk fel lehet ebből valamennyire tölteni, az miért rossz? Tehát miért a többiek, mondjuk azok a pénzintézetek adják össze a beva alapot, amelyek egyébként teljesen törvényesen működnek. Természetesen azt a döntést kell meghozni, hogy ezt a kárt, amit sokaknak kell viselni, és nem csodálom, hogy Csányi Sándor is itt az OTP-t a jövőben emiatt érő sérelmekről beszél, hiszen a bevált majd a pénzintézeteknek kell feltölteni. De érzi, hogy ez igazságtalan, nem? Hát én úgy érzem, hogy lehet, hogy a kisebbik rossz az, hogyha a bankok töltik fel a bevált, és nem pedig a károsultak. De nem, ezt a kettőt kell egymással összehasonlítani. De a javaslat alapja az ez, hát hogyha egyszer a beva a kielégítés nyer a károsultak előtt, ez a kérdés, akkor ebben az esetben a károsultak fizetik a... Ha ez a kérdés, az nem jó kérdés, hogy egyetem. A beva elsőbséget élvezzen a károsultak. Ezért nem is támogattuk a szocialista javaslatot, persze, azt követően, de a szocialisták azt javasolták, hogy a beva alapot vissza lehessen tölteni, mondjuk a lefoglalt vagyonból, hát ez nem? Az. Na de hát, miután azt tudjuk a Questornál, hogy a beva az körülbelül 22 ezer
sérelmet szenvedett ügyfél 6 millió forintnál kisebb befektetésének a kártalanítására terjed ki. Uh-huh. Ezért a többi ügyfél e fölötti, tehát 6 millió forint fölötti befektetéseire ez nem fog kiterjedni. Ebben az esetben mégiscsak a most zár alá helyezett, meg talán még ezután zár alá helyezendő vagyon az, ami a kielégítés alapjául szolgálhat azoknak a károsultaknak, akik a 6 millió forint fölött még maradt követelésük. Feltéve, hogy már túl leszünk azon, hogy a BEVA elismeri egyértelműen azt, hogy jogszabály alapján ez a jegybank vélemény és igazságügyminisztérium véleménye is, minden jogász véleménye, akivel mi beszéltünk, frakciószakértőjének a véleménye is, hogy a BEVA a ki nem bocsájtott, tehát elcsalt kötvényekért felelősséggel tartozik, mert a kötvényekért egyébként nem felelne a BEVA. Világos. De visszatérve az eredeti kérdésemhez, mit kerestek állami, illetve egész pontosan közpénzek broker cégnél? Azt mondja, hogy mert törvény nem tiltja. Ettől függetlenül azt még azért ezt a kérdést jogosan felteheti bárki. Miért nem az államkincstárnál? Ezt a gyakorlatot meg is kell szüntetni. Nyilván nagyobb hozamot ígértek az ottani befektetések, és akik úgy ítélték meg... És nagyobb kockázatot? Hát természetesen, attól függ persze, mi befektetően az állampapír kockázata azért lényegesen csekélyebb. De csak állampapírban voltak ezek a pénzek, nem? A központi közigazgatás minisztériumok részéről vagy egészében, vagy majdnem egészében igen. Az önkormányzatoknál a helyzet már sajnos nem ilyen egyértelmű. Azt is mondta korábban Lázár János, hogy az államkincstár számlavezetése drágább. Erre önkormányzati emberek meg azt mondták, hogy egész egyszerűen nem lehet igaz, mert hogy ingyenes. Hát igen, erre pedig mondjuk Csányi Sándor azt mondja, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeket ma mondjuk az OTP bank nyújtani tud a náluk számlát vezető önkormányzatoknak, azokra az államkincstár pillanatnyilag nem képes. Én szerintem ezt... Tehát nem, de ez az állam, nem, hogy ki nyújt többet. Hát, tehát nem igaz az, hogy... képessé kell tenni arra, hogy a számlavezetést és egyébként ezeknek a hívzetéseknek... De állítólag ingyenes a számlavezetése, akkor miért mentek volna broker cégekhez az önkormányzatok, mert hogy ott olcsóbb a számlavezetés, a nullánál nem lehet olcsóbb. Igen, de a hozam az lehet magasabb. Hát a hozam lehet magasabb, viszont önök voltak azok, akik megmentettek sok-sok magyar állampolgárt a magánnyugdíj pénztári megtakarításuktól, és az volt az egyik jelszó, hogy bizony itt a magánnyugdíj pénztárok eltőzsdézték, broker cégeken keresztül forgatták a magyar emberek nyugdíj megtakarítását. Az, amikor a magánnyugdíj pénztárakat olyan nagyon-nagyon körbebástyázták, teljesen jogosan, olyan jogszabályokkal, hogy minden tevékenységükre rá lehessen látni, és ne tudják eltőzsdézni a pénzt. Ehhez képest most kiderül, hogy minisztériumi háttérintézmények, önkormányzatok kockázatos vállalati kötvényekbe vagy boglyúan tartották a közpénzt. Mi a magányúti pénztári befizetések többen értelemben nem kívántunk senkit sem megszabadítani, hogy ezek a befizetések úgy jöttek létre, hogy aki a magányugdíj pénztárba befizetett, ahelyett egyébként a fennmaradó nyugdíjpénztári befizetés részt azt a központi költségvetés fizette be évről évre, ráadásul a magányugdíj pénztárba. Igen, csak ennek meg lett volna a hozatéka. Hát meg lett volna 20 év múlva, csak ha nem vitték volna gazdaságilag csődbe az országot, akkor akár még ezt ki is lehetett volna próbálni. Azzal persze, hogy a jogszabálymódosítás indokoltságát mi sem bizonyította jobban, mint hogy a 2008-as világgazdasági válság alatt néhány nap leforgását követően mintegy 30-35%-ot vesztett érdekében a teljes magányugdíj pénztári vagyon. Utána visszaszerezték, de az, hogy a gazdaság... Nagyon kevés volt, ami nem. De az, hogy a gazdaságilag úgy állt az ország, hogy erre szükség volt, hogy nem tudta befizetni, hát ha gazdaságilag úgy állt, mármint a hiányzó részt a nyugdíjkasszában, ha gazdaságilag úgy állt az ország, akkor miért kellett ebből MOL részvényeket venni? Mármint MOL részvényeket, miből? Nem a magánnyugdíjpénztári vagyomból befolyt összegből sikerült a MOL-ban magasabb százalékot szerezni? Nem, az én emlékezetem szerint a EU-IMF megállapodás egyik hitel részletéből vettük meg a MOL-t. Na, akkor térjünk vissza a Questorra. Ettől függetlenül, és erre az eltőzsdézni... Ami így aztán nincs ahhoz kézben, csak hogy egy újabb vitát megjösszük. Eltőzsdézni, el nem tőzsdézni, hogyha a magánnyugdíjpénztáraknál ez kockázatosnak vélték, hogy broker cégeken keresztül vagy tőzsdén tartják a pénzt, a megtakarítást és ott kamatoztatják, akkor önkormányzatok, minisztériumok, minisztérium intézmények esetében ez miért nem volt kockázatos? Nem tudok vitatkozni az a megállapítással, hogy egy helytelen gyakorlat volt az, hogy broker cégeken keresztül fektette be bármelyik önkormányzat vagy akár állami szerv a pénzét, még akkor is, hogyha szerintem óriási különbség van abban annak megítélése között, hogy valaki állampapírt vett,
vett, vagy részvényt vett, vagy pedig kötvénybe fektetett. Ha kötvénybe fektetett, szerintem végképp nincs, vagy nagyon nehéz erre mentséget találni a felelős gazdálkodás keretei között, de a többinél is én ezt egy elfogadható érvnek tartom. A történtek után nyilvánvalóan tegyük hozzá, ez a gyakorlat Magyarországon, a Budakestnél is, a Questornál is több mint egy évtizede folyt. Tehát mindenki úgy gondolta, hogy virtuálisan minden rendben van, csak aztán a gyakorlatban helyszíni ellenőrzés kellett ahhoz, amit most már egy bank rendszeresen csinál, és ezért derült az ki, hogy olyan semmi nincs rendben. Az és hogy, hosszú ideje hogy fordulhatott tartó, piramis elő? Játék folyik. Az hogy fordulhatott elő, hogy amikor kiderült, hogy itt piramis játék gyanúja, akár dominó elv is lehet, Orbán Viktor miniszterelnök a kormányülésen felszólítja a minisztériumok képviselőit, vezetőit, hogy figyeljenek oda és vegyék ki a pénzt, nehogy közpénz vesszen kárba, és erre nem reagál a Földművelésügyi Minisztérium és a Belügyminisztérium. Hogy nem fogadtak szó? Én annyit tudok csak mondani, hogy azt a mai kormányszóvői, miután nem vagyok a kormánytag és nem járok kormányülésekre, a mai kormányszóvői tájékoztatón azt Lázár János egyértelműen tisztázta, hogy február 25-i ülésen, kormányülésen adott a miniszterelnök ilyen értelmű utasítást. Ha jól tudom, akkor a Földművelésügyi Minisztériumnál az a 410 milliós összeg, ami most veszélybe került, az nem a minisztérium befektetése, hanem egy minisztériumi háttérintézménynek a befektetése. Ez a TIG Kft., igen. Akkor még nálam de is. Közpénz. Jobban, természetesen én csak azt mondom, hogy az utasítást, hogyha a minisztériumok kiadták, és a háttérintézmények nem jutott el, de ebben a konkrét a minisztérium. Hát Szijjártó Péter utasította, az is háttérintézmény volt, de visszaszerezték, Fazekas Sándor meg nem fogadott szót. Ő tekintetben hát gyorsabban és teljes körülben lépett. De ebben, is várt vagy 10 napot. De ebben a minisztériumoknak kell tájékoztást adni, hiszen a miniszterek voltak ott a kormányülésen, ők tudják pontosan mi hangzott el, és utána ők döntöttek abban, hogy milyen befektetés, mikor számolja. Két miniszter nem fogadott szót, és ezért vesztek el közpénzek, akkor lesz ennek felelősségre? Várjuk meg, hogy elveszett a közpénz, és várjuk, hogy nem fogadta. Bejelentette Lázár János, hogy 410 millió elveszett. Meglátjuk, hogy mi veszette és mi nem, mert nem tudjuk, hogy a vagyon mire biztosít fedezetet. De hogyha igen, akkor lesz ennek következménye, hogy nem fogadtak szót, csak Szijjártó Péter fogadott szót? Az önmagában egy következmény, hogyha ebben az esetben az államot bármilyen kár érte. Önnek egyébként melyik variáció a szimpatikusabb, vagy a hihetőbb? Fideszes politikus társainak a magyarázatát sorolom. 1-3-ig és tippelhet, hogy melyik tetszik a legjobban, hogy Orbán Viktor honnan tudta február 25-én, hogy ki kell venni a pénzt a brókercégektől. Ugye volt egy olyan variáció, hogy olvasta a híreket, a következő, hogy egészséges élet ösztöne vezette, a másik pedig, hogy jövőbe látott. Ön szerint melyik? Olvasta a híreket. Szerintem a témához méltatlan az a mondjuk ironikus felvetés, ami a jövőbelátás képességét tulajdonítja a miniszternek, a másik kettő pedig együtt igaz. Hát nyilván, ha valaki elolvasta a híreket és tudta, hogy a Budakest bedőlt, akkor utána ezt követően felelősen hozhatott olyan döntést, és ez nem, egyébként nem egy, is volt semmi, nem pánik valamilyen, nem valamilyen földön túli előrelátás volt a Nuskori. Hát, Simon László mondta, én csak idéztem. Jó, rendben, mindenki ezt úgy fogalmazza meg, ahogy akarja. Tehát február 25-én meg semmilyen hírt nem olvashatott, nem volt pánik a piacon. A Budakest bedőlését követően az egy éppen sajtóban is azért többször felmerült, hogy vajon ez kizárólag egy ilyen broker cégre korlátozódó visszaélés, vagy pedig egy olyan visszaélés sorozat, ahol több cég is érintett volt. Idézek öntől önnek, meg természetesen a nézőknek. Jó érzés lesz nekem. Szerintem jó érzés lesz a saját szavait visszahallani az én előadásomban. Antal József Mászobrának március 31-i felavatásán mondta ön ezt az Európai Parlament épületében, Brüsszelben. Antal József életműve és elhivatottsága örök figyelmeztetés azoknak, akik az ideákról megfeledkezni kész világunkban egyre többször, egyre inkább és egyre nagyobb tévedésbe esnek, amikor figyelmen kívül hagyják, hogy a politika közszolgálat, melynek alapja nem az anyagi, hanem a nemzeti érdek. Aki a kettőt összetéveszti, érezheti ugyan magát ma győztesnek, de biztos vesztese lesz a holnapnak. Kiről beszélt? Antal Józsefről. Nem. Antal József kapcsán, aki ma győztesnek érzi magát, de ha összetéveszti, hogy a közjó és a magánjó között mindenki, van különbség. Természetesen ott mindenki, aki ezt összetéveszti. Ha valaki a beszéd egészet elolvassa, amit természetesen senkitől sem várnék el, akkor közvetlenül ezt a részt megelőzően idézem a néhai kormányfőnek azt a orvosaihoz írott magánlevelét, amit a halála után hozták nyilvánosságra, amiben azt kéri, hogy ne az életét, hanem a munkaképességét hosszabbítsák meg. És ebből következett mindazon következtetés, amit ön is volt olyan kedves és felolvasott. Rendben, és amit de valóban én egy nagyon fontos lövőt tartok, hogy aki közszolgálatot vállal, az ezzel járó
természetesen előnyök is vannak, ezt ne tagadjuk le, de azt is tudomásul kell venni, hogy ezzel a kötelezettségek is járnak, és az pedig természetes, hogy ezt a közér kell végezni. És nem saját pedig, anyagi haszna érdekében. Természetesen ne legyünk álszentek, természetesen mindenki fizetést kap azért, amit nem, hát nem sok a fizetés. Senki nem gondolt, hogy ön arra gondolt, de pillanatnyilag önök vannak kormányon, tehát például a fideszes politikus társaira gondolt? Nem. Ezek a mondatok megállnak önmagukban, és nem szükséges. Gondolhatott volna a fideszes politikus társaira? Ha már ennyire konkretizálni akarjuk, ami egyébként eredetileg nem állt szándékomban, akkor elsősorban én azokra a politika körül, és egyébként minden kormány körül feltűnő és sündörgő, hát kizárólag anyagi érdekek által vezérelt vállalkozó típusra gondolok, akitől a hideg ráz ki, és akiket természetesen... Most is vannak ilyenek? Ide, természetesen. És most is rázza önt a hideg? Borzalmas mértékben, hogyha találkozom velük. Akkor ne fázzon tovább, köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.